Na csácsumi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, Keeper jelentkezik a következő Spintires-el, és folytatjuk a challenge-ek sorát a következővel, ami a második lesz, és aminek a címe nem más, mint újratankolás és javítás. Nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Javíts meg és tankold meg a járművet, járműveket. És utána szállíts le a rönköket a, tudjátok, hát a célba gyakorlatilag. Na, minek vezik azt ilyen... Mi az basszus, fűrésztelepre? Oké, és miket kell megcsinálni? Meg kell ijesztenünk 10 darab madarat dudával. Nem szabad átkelnünk hídon. És valami tököt kell megkeresni, és azt szét kell csapni, valami ilyesmi. Jó, oké, legyen. Egyébként ne haragudjatok, hogy még mindig reket vagyok, meg még kölgök, meg minden. Hát próbálkozok vele, gyerekek. Na. Gyerekek, esküszöm, sokkal jobban néz ki ez a játék. Komolyan mondom, figyeljetek. Ha, szaradnak a gunyák, moré. Jó, van, befejeztem. Na, itt van nekünk egy járművünk, ami... Ugye nincs egy csöppüzemanyag se, viszont a sebzé... Viszont nincs megsérülve. Oké. És akkor ezen van ugye a... De jó néz ki, figyelj, így mutatja is, hogy utána van körül valami. Ezen van... Várjál, ez mi? Ez azt hittem, hogy ezek ilyen mélységjelzők. De mi az ez? Mi az a pontos valami csoda? Na mindegy. Ide kell leszállítanunk ugye. És viszont van nekünk itt egy... B131-esünk, amiben... Van üzemanyag, viszont teljesen le van sérülve. Ott van Fuel Station. És van egy B66-osunk, amivel gyakorlatilag szerintem meg kell javítani. Új, de jó. Gyerekek, jó néz ki az a játék, jó néz ki. Jó, oké, ezzel meg kell javítanunk gyakorlatilag. Várjatok, mondtam ugye, hogy állítok egy kicsit a hangerrel. Hogy halljatok is valamit belőle. Oké. És akkor csapjuk neki, gyerekek. Összkerék, difizár, minden. Oda nézzetek, hogyha nyomok egy ilyet, akkor mutatja, hogy hogy összkereket kapcsolok. Ja, difi az meg nincs rajt. Ez nagyon jó. Különben nagyon jó. Meg ilyen kis apróságok is nagyon szuper dolgok tudnak lenni. Na, már erre kell menni egyáltalán, várjál. Itt valami... Aha, ide le... Jó, ide kell lejutni. Gyakorlatilag. Figyeljetek, hát itt nézem, hogy... Kövek vannak, hát menjünk az úton, bázz, menjünk az úton. Micsoda sziklás terep, moré. Gyerekek, azt hittem, hogy átmegy rajta, de nem. Van néhány dolog, amire még kíváncsi vagyok. Majd csinálunk multiplayert is. Én nagyon-nagyon-nagyon bízom benne. Nem tudom, nem néztem meg, nem néztem videót se róla. De nagyon bízom benne, hogy multiplayerbe eltűnt az a hülye derengés ugye a járművek körül, amikor multiba mész, ugye a másik járművet úgy látod, hogy ilyen, mint hogyha valami kör lenne körülötte, meg így dereng is, meg így világít, hát nem érem, az eltűnt, teljesen irreális volt, meg tök gagyi. Ja, hát ez nem kellett messze menni, jó van. Ja, várja, várja. Madarakat ijesztegessük, more. Folyamatosan dudálunk, mint a bolondok. Kettő madár megvan, jó van. Három madár. És akkor meg kell javítanunk, ugye? Nagyon-nagyon sajnálom, gyerekek, hogy izé van. Ilyen kölgés mizérje van. Várjátok, azt meg kéne néznem ebbe, hogy van-e üzemanyag. Nincs. Tehát akkor el kell mennem nekem. Ha mutatja bazze, hogy el kell mennem a Fuel Stationbe, nagyon jó. És ez egy Zilszá... Gyerekek, ez egy Zilszász 30-as, 31-es, ugye? 31-es. Ez nem volt benne az eredetibe. Nagyon boldog vagyok tőle, imádom. És nagyon jó hangja van, lehet, hogy a hangokon is. Várjátok, most végre egy diffit is tudok nyomni. Anvil? Diffit. Ja, hogy állak mutatja, hogy lakhatóval vannak a kerekek. Nagyon jó. Várjál, és úgy nyomok diffit, hogy nincs bekapcsolva az összkerék.
akkor mutatja, hogy csak a hátsókat, így most már ugye teljesen biztos lehet benne, hogy hogy működnek ugye a kerekek. Na jó, gyerekek, csapjuk neki. Úgyhogy egy retteltest is pakolunk neki, ha szóljon. Érdekes, érdekes, érdekes. Nagyon jók a, nagyon jó, nagyon jó. Tetszik az új grafika. Kicsit a sár is, mintha máshogy működne. Nagyon bízom benne. Majd meg ugye ki fogjuk ezeket tapasztalni, most éppen azért nem fogunk menni, hogy kipróbáljam ugye például, hogy mennyire törnek, zúzódnak a fák, de úgyis játék folyamán ezt meg fogjuk tapasztalni. Látok, itt is tudok ezért állítani, hogy... Nem, itt nem lehet, gyerekek, ezért... De, itt lehet, az egyes... Aha, jó, oké, itt is vannak fokozatok, az egyes és a rükfelszbe. Jó, mehetünk is vissza, várja, itt nem tudok megfordulni. Mindegy, igazából nem annyira fontos nekem megfordulnom. Látok, mi a... Nagyon jó, nyomjunk. És akkor C2-t, föltöst kellene ugye újra tankolni. És van egy ötletem nekem, hogy hogy kellene C2-5-össel venni. Azt írja ugye, hogy a folyón... Jó, ez már meg is van, ugye? Bónusz... Csak... Megvan. Oké. Okay. És igaz, annyi, hogy a hidakon nem mehetek át. Én most ezt nem tudom, ezt minek vegyem. Ez gázló vagy híd? Viszont itt van egy átkelő, azt meg kellene néznünk most akkor már, ha már egyszer itt vagyunk, nem? Hát, gyerekek. Nem tudom, mindegy, megtankolunk. És arra gondoltam, hogy ugye ez egy elég masszív jármű, 31-es, lehet, hogy a 2-5-ös elébe rakom, és akkor mint valami biztosításképpen ugye két járművel fogunk átkelni a hídon. Nem azért, mert, hát nem tudom. Igazából, ugye mivel ezről egy videó, ha ezt a hidat nem használtam, ugye ezt írta, ugye gyakorlatilag ez az egy híd van, aha, jó, hát a hídon nem, ezen nem fogunk átmenni, kész. Megértettem. Ez a challenge, akkor ez a challenge. Ja, meg valami tököt meg kell keresni, úristen. Igen, írja, hogy advanced módba lépjek már. Foglalkozós volt ez a játék, úgy látom, mármint foglalkoztak vele. Most már. Vannak ilyen kis dolgok, hogy azért tudja a játék, hogy egyáltalán mit csinálsz. Hol tartasz. Gyakorlatilag szkripteltebb egy kicsit a játék. Jó, oké. Oké, hát igazából na most amire gondolok én, gyerekek. Az. Hogy én kicsit rafináltan ezt fogom csinálni, hogy 2 darab géppel fogok menni. Úgyis ki akartam próbálni, várjátok, ugyanúgy működik minden? Aha, ugyanúgy működik minden szerintem. Jó, menjünk gyerekek, 2 darab géppel fogok menni, biztosításképpen. És akkor ugye itt fogunk átkelni a folyón. És akkor ide fel kéne jutni. Itt nem tudom, hogy ez mennyire veszélyes ez a... Ott mint hogy elfogyna az út, de viszont itt a parton is végig lehetne menni. Hát nem tudom, majd átkerünk, akkor jobban megnézzük. Mert hogy gyerekek, annyit meg kell csinálni, nem tudom, hogy ez itt... Igen, az összkerék wifi-be van neki kapcsolva. Jó. És arra vagyok még kíváncsi, hogy visszaszállok, ugyanúgy újra kell... Gyerekek, látszik a izében, nagyon jó. Ugyanúgy újra kell fognom. Ez mondjuk, ez nem annyira jön be. Viszont, hogy abban látszik, hogy meddig van, az nagyon durva. Elnézést a szar hangomért. Ezelőtt írtam, hogy bocs a szarhangért, bármint a saját hangomra gondoltam, ugye, mert iszonyatosan meg vagyok fázva. Azt írtátok, hogy nem is szarhang, nincs is szarhangja a játéknak, vagy a mikrofonnak. Jaj, mondom, de... nem arra gondoltam, hanem rám, Bode. A gyerekek. Küldjük neki, mint az őrült. Ez nagyon jól néz ki, hogy ott hibbálózik benne az üzemanyag. Még ilyen kis zöldes színe van, mi? Tök jó.
Jó, gyerekek, jó van. Hát itt okosan nagy ívbe lefordulunk. Szóval szerintem egy, nem tudom, egy bizonyat sebességgel megpróbálok átkelni. Nem tudok. Kicsit tolasd vissza te is. Így akkor ő is tolat. Jó, nagyon jó. Valaki írta, hogy a Spintarius normál verziója is nagyon jó. Ne bántsam. Én nem bántam, én csak annyit mondtam az előtti részben, hogy ha választhatnék, akkor én ezt választanám, gyerekek. Jobban néz ki itt a dolgok, mint hogyha jobbak. Gyerekek. Figyeljetek, nem is tudom, mibe kéne raknom. Lehet, hogy egy egyes fokozatba, és akkor ezt végig küldjük, ahogy tudja. Lehet, hogy egy kicsit túlbiztosítottam magam, hogy két járművel jövök, de ebben a játékban ebben semmi nem biztos, srácok. Jó van, ez tetszett, jó, simán átjöttünk, igazából szerintem simán átjöttünk volna mindenféle trükközés nélkül is. Várjátok, itt most egy picit megpihenünk. De igen, ott nem lehet elmenni, ha nem lehetett volna elmenni, jó, erre kell mindenképp menni, adjuk neki. Viszont a két járművet nem bánom meg szerintem, hogy elhoztam, mert úgy látom, hogy itt azért emelkedős a rész. Azért könnyen el lehet süllyedni, főleg nem ismerem még a sárnak a dinamikáját és fizikáját, hogy hogy működik. Azért 6 darab hajtott kerék, még a 12 hajtott kerék az egy kicsit azért jobb szokott lenni. Na, vannak itt érdekes dolgok. Fene döntsük be, az a fene döntsük, gyerekek, fene döntsük. Kicsit nagyobb ír be. Itt nincs semmi extra, csak be van nő. Új, gyerekek, jó. Valami tököt kell keresni, azt meg fogalmam sincs hol lehet. Úgyhogy most el fogunk venni tököt keresni. Ugye a 3 csillagosra akarjuk, azt ő meg is feledkeztem, hogy valami tököt is meg kell keresnünk. Ez oké, okay, az nagyon érdekes lesz. Remélem, hogy nem kicsi az a tök. Number mill. Várjátok, addig lesse pakolok. Idehozom azt a gépet, és lesse pakolok. Na, elmegyek tököt keresni akkor. Hát nem tudom, hol lehet olyan. Hát igen, ezt túlbiztosítottuk, ezt a szállítmányt, azért nem volt az annyira nehéz. De inkább a biztos tutira menjünk. Na, ezt itt hagyom, és akkor megyünk tököt keresni. Ugye egy darab még nincs meg. Ez oké. Okay. Ez is oké. Okay. Igen, és valami tököd, valami pumpkin. Jó, itt lecsatlakozunk ugye természetesen, és megyek tovább ezzel. Ezt körülnézek egy kicsit, nem tudom, hogy merre menjek egyébként. Bemegyek ide is. Ez valami rejtett dolog lesz, valahol eldugták. Úgyhogy marhára sasolunk, oké? Okay? Ha véletlenül ebben a részben nem találom meg, akkor majd hogyha ti látjátok esetleg, akkor írjatok, jó? Megpróbáljuk megtalálni. Hújújújújújú. Be lehet akasztani a váltót jobb gombbal most már, gyerekek. Az igen, jó. Jobb gombbal ugye be tudom kattintani, most például nyomok egy erőt és jobb gomb, és akkor gyakorlatilag ebbe a sebességi fokozatba nyomja neki. Olyan, mint a tempomat lenne, hát ez jó, az jó. Ugye nem kell nyomnom a billettyűt. És elnézést tényleg. Na, a hidon nem mehetek át, úgyhogy arra rohadtul figyelünk. Viszont tökkeresési manővereket kell itt véghez vinni. Hát nem tudom, itt is vannak ilyen, mi ez? Gyerekek, mindegy, elmegyünk erre, itt egy kicsit körülnézünk a parton. Meg akkor a másik oldalon, ott a B6... Nem tudom, hol lehet az a tök. Igazából kevesebbet dumáljuk, azt menjek már, mi? Egyszerű lenne internetön megnézni, hogy hol van, de hát az meg úgy nem nagy poén.
Gyerekek, ez a domb az idegesít, nincs a mögötte. Meg kell néznem, gyerekek. Remélem, hogy valami jó narancsárga, nem valami izé. Ez mi, ez valami izé miatt rakták bele, gyerekek, a Halloween miatt? Én nem látok itt tököt, bazd. Örülök neki, hogy fejlődik ez a játék akármennyire, és pont Bandi írta, hogy... hogyha más játékot adtak volna így ki, hogy gyakorlatilag ilyen kevés módosítással, akkor az ember azt mondta volna lehet, hogy ó, hát ez nagyon-nagyon kevés. De igazából ez a játék nagyon nem fejlődött az utóbbi években, mondhatjuk években. És talán itt most látom azt a... Látok egy... Kettő lehetőség van ugye, vagy ez egy iszonyat jó kis trükk volt, egy jó kis pénzlehúzás, egy minimális munkával ugye ki tudták újraadni a részt, és szerintem ugye a Spin Tires, aki megvásárolta, annak azoknak a fele tuti megvette, nem felét mondok, 70%-a megvette ezt a részt, és gyakorlatilag majd hogy nem ugye újra elő tudták adni ugyanazt, és baromi sokat kaszáltak most hirtelen ezzel. De én próbálok optimista lenni, és inkább azt arra gondolok, hogy például nem kéne felborítani ezt a gépet, és egy jó dolog lenne. Tudjátok, mire leszek kíváncsi? Hogy a Kirovecnek a fizikáját javították-e, hogy nem az erőtlen fos, amelyik a domboldalon nemhogy rúg, hanem inkább megáll. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy azt javították-e. Ja, és igen, optimista vagyok, én inkább arra gondolok, hogy talán így előveszik most ezt a játékot újra, és nekiállnak komolyabban fejleszteni, mert azért látják benne a potenciált, látják benne, hogy ebből ugye lehet pénzt keresni, mert igazából erre vevők az emberek, és hogyha ezt egy kicsit fejlesztik, akkor gyakorlatilag ezt szeretik az emberek. Úgy is szerették, hogy nem volt fejlesztés az utóbbi időben gyakorlatilag semmi, akkor képzelhetitek, hogy wrong way, apám, jó van, oké, tudom én. De a tököt kell keresnem. Olyan feliratot nem... Figyeljetek, ott egy bokor rajtam. Olyan feliratot nem tudnék így visszaválaszolni, tököt keresek, bazen. Azért nem akarom addig lerakni azt a cuccot, hogy nehogy az legyen, hogy ugye akkor vége a pályának, és akkor gyakorlatilag az egyik csillagomat ugrom. Jó, hát a túloldalon nekiállunk keresni szerintem. Hát nem tudom, srácok, hol lehet. Ez a nagy problém. Valahogy jobban irányíthatónak találom a járműveket egyébként, egész jól eltalálok különböző szűk helyeken is most. Jó, tudom, annyira durva helyre még nem sikerült bekeverednem, de azért most... De lehet, hogy kihúztam a gyufát, ugye. Hát, talán. Jó. Teljesen jó, gyerekek, szépen el lehet itt szizélni, csummanztani. Várjatok, itt is végig megyek szerintem arra, nehogy... De várjatok, itt van egy gyanús rész. Figyeld a... Itt volt egy gyanús rész, itt volt egy ház. Nehogy az legyen, vagy ott pedig. Várjatok, menjünk a B66-ra. Kicsit körülnézünk még, jó? Ez mit mutatott, amikor így nagyon ráközelített? Ja, a motor, ahogy indult. Na figyeljetek, elmegyek itt eddig. Ott van egy tisztás, gyanús, nem? Jó, végig küldjük. Mit nyomtam, ja? Régebben ott volt a izé, rettenetes lol. Vagyis hasonlóképpen kellett rántanom rajt. Na azért figyeljük, mint az állat, mert lehet, hogy itt van valahol, vagy akárhol, ugye az erdőben lapul meg. Menjünk egy kicsit keményebb talajon. Jók ezek a challenge-ek. Ezek a challenge-ek úgy jók tényleg, interneten ne nézzem meg, hogy izé, hogy mitől hol a tök, mert akkor meg... értelmét veszti. De annyiba bizok, hogy valamennyire látszik azért az útról, vagy mit tudom én, nem dugták el, érted a pálya egyik sarkába, ahova gyalog se tudsz bevenni. Oda nézzél. Hé, ilyen se volt. Ilyen se volt eddig, hogy így rettenetesből gyakorlatilag kidobta. Mondjuk lehet, hogy ez egy erőtlenebb gép, ugye. És mennyire kell közel venni a tökhöz, hogy mit? Ja, szét kell csapni. Igen, szét kell taposni. Ha megyek tovább még, ám csak itt körül sassantottam.
Erre még van valami, és igazából ennek nincs funkciója ennek a résznek. Abba gondolkodok, hogy hát ha ide eldugta. Wrong way, baszod. Tudom. Nem tilt le vagy valami csoda. A gyerekek itt sincs, az hóciher. Na jó, menjünk vissza idejére. Menjünk vissza erre, és itt fölkaphatok, és megnézem ott. Több nézzétek. És szerintem, és látszik ugye, hogy ebben például egy V8-as volt. És a motor tényleg gondolom meg van csinálva járművenként. Hát a modolt járművekben valószínűleg nem lesz megcsinálva. Ezt nézzük el a készítőknek, mivel ugye azt nem tudhatják előre, de gondolom a modellek azokat tudják állítani, hogy legyen ez az egész. Baromira sosoljunk, gyerekek. Ott vannak a tökök, moré! A rohadt élet, sejthettem volna. Ott vannak a tökök, és ez is meg lesz, jól van. Hoppa! Gyerekek, dimincs ölöttünk, mind a szar. Oké. Meg van ez is, igen, és akkor jöhet a C2-55-ös, és már le, allur is. Yeah! 3 csillagra! Királyok voltok, szuper! Örülök! Nagyon szuper, és gondolom föl unlockoltuk a több következőt. Challenge. Aha, Climba Hill. Nem szabad izélyen sebződnünk majd. Nem csörlőzhetek. És mindig belső nézetbe kell mennem. Mindig belső nézetbe, gyerekek. Nagyon szuper, ez biztos egy keményebb challenge lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, érkezni fog a következő nagyon-nagyon rövidesen, hamarosan. Szavaztok!